Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines, ahol most tovább építjük az európai stílusú Flora városát. A mai részben az lenne a feladat, hogy a 11 és feledik szintről, nagyjából a 11 és feledik szintről fölkapaszkodjunk a 12. szintre, de ez nem lesz nagyon egyszerű, mert lényegében csak a pénzünk az, ami rendben van, az nagyon szépen egy 5 számjegyű összeget mutat a profit, azonban minden mással probléma van, kezdve a bűnözéstől az egészségügyig, illetve ami a legnagyobb gond az az, hogy egészen egyszerűen nem mutatkozik kereslet a rezidentálokra. Ennek az oka pedig itt látható, nagyon sok el nem foglalt épület található. Mindezek mellett pedig még probléma van a munkanélküliséggel, a bűnözéssel, illetve részben az egészségügyi szolgáltatással is, ahogyan mondani szokták, innét szép nyerni, tehát a mai részben az lesz a feladatunk, hogy valahogyan újra keresletet csiholjunk a rezidentálok iránt. Úgyhogy ha te is találkoztál ezzel a problémával, akkor tarts velem, és mutatom lépésről lépésre a megoldást. Kezdjük akkor azzal, hogy mivel jelen pillanatban semmilyen kereslet nem mutatkozik a rezidentálok iránt, valószínűleg továbbra is csak a kammersálokat kell építeni, mert arra legalább igény mutatkozik. Nézzük, hol van még igény kammersálokra. Például itt a taxi dipónak a helyén, akkor ezt át is lehet rakni, mondjuk ide nagyon a külvárosba, és hogyha viszont 20 darab taxi van használatban, akkor el fog itt még férni. Megjöhetnek az elektromos taxik is, és akkor megint csak 4 számjegyű a profitunk, viszont így most van még helyünk arra, hogy kamerát építsünk. Ide egy ilyen nagy batár elfér, ez meg egy elég furcsa terület, ahogyan így nézem, de hogyha fölosztjuk utakkal, akkor akár jó is lehet a dolog. Csak ügyesen kell ezt megcsinálni. Szépen változatosan. Egy. De meg majd úgy is beépül, aminek be kell épülnie. Azt nem tudom, hogy hol vannak ezek az el nem foglalt épületek, ami a rezidentálokat illeti, mert elvileg itt ők mindent elfoglaltak. Itt látom, hogy nem tudtak beterjeszkedni. De itt is ezeket elfoglalták. Itt is. Próbaképpen, ha építek rezidentát, akkor mi fog történni? Akkor nem épül semmi. Nézzük meg az oktatással, hogyan állunk. Ez kétségtelen, hogy általános iskolára már jóval többen jogosultak, mint ahol mennyi férőhely van. Itt viszont már csak ide tudnánk építeni. Most ránézek első körben, hogy itt mennyi mélységi ivóvízkészlet van, hiszen azért van itt ennyi vízpumpa, de azt tapasztalom, hogy bőven tudjuk majd használni ezt a vízbázist, úgyhogy akkor még ide tudunk terjeszkedni. Még ide akár 2 ilyen szárny is elfér. Az igazat megvalva tetszenek ezek az új épületek, amit a júliusi patch-sel, illetve frissítéssel kaptunk, bár ez a kis általános iskola, ez eléggé barakszerűnek tűnik, de az nagyon jó, hogy
többszörösen is lehet bővíteni. Az eredeti közintézményeknél, ami a játék megjelenésekor jött ki, ugyanis nem lehetett általában csak egyszer bővíteni az adott épületet, tisztelet a kevés kivételnek, például a buszgarázs, vagy a taxigarázs, ott lehetett többszörösen is bővíteni. Itt viszont az iskolánál csak egyszeri bővítés volt lehetséges. Most szerencsére ezt megoldották az új épületeknél, de jó lenne, hogyha majd egy újabb frissítésnél a régebbi iskolánál, illetve főiskolánál is lehetne többszörösen bővíteni az épületet. Közben jöhet egy autómosó is a parkolóhoz. Lehet, hogy majd ezt a parkolót is át kell helyezni, de valószínűleg inkább egy intermodális csomópontot fogok ott kialakítani buszoknak. Itt pedig, mivel nincsen kereslet rezidentálokra, és amúgy is még mindig jelentős a talajszennyezés, ide nem marad más, mint hogy irodákat építsünk, és majd előbb-utóbb remélhetőleg ez a talajszennyezés vissza fog húzódni. Még tovább csökkent a népesség, majdnem 3000 embert vesztettünk azóta, hogy a szintet elkezdtük, de most viszont már a halálozási hullámnak vége. Tehát lehet, hogy már azt várhatjuk, hogy ez megfordul, ez a trend. A kórházban is egyre kevesebben vannak. Viszont jó lenne most már a születéseket turbózni. A nagyobb szaporulat, hogy így mondjam, viszont csak úgy lehetséges, hogyha több kertes házat építünk, mert a light rezidentálokban laknak jellemzően családok. Aha, na itt van, ezzel van a probléma, hogy azért nem tudunk rezidentát építeni, mert hogy ezek nem teltek meg. És gondolom, hogy miért nem teltek meg, azért, mert az életkörülmények nem megfelelőek, mondjuk így. Ami akkor azt jelenti, hogy biztosítani kéne itt nekik a postát, illetve az egyéb jóságokat, ahhoz, hogy szívesebben költözzenek ide. De ez egyébként a város egészére érvényes, hogy kelleni fog a postaszolgáltatást javítani, sőt a postaelszámoló központ is jöhet majd, de ugye ez 650 ezer és 40 ezer a fenntartási költsége. A 40 ezer az még hagyján, inkább itt a 650 ezerrel van bajom. De akkor kiköhögjük. És akkor lehet, hogy ezt itt át kéne gondolni, hogy hogyan legyen másképpen. Szerintem akkor az lesz, hogy itt kettő épületnek kasza. Ide majd kigondolom, hogy mi lesz, de valószínűleg valamilyen parkot fogok oda tenni. Hogy szívesebben költözzenek ide. És akkor most várunk egy picit, hogy ennek hatására hogyan alakul a kereslet. Mert ugye ez a probléma, hogy én nagy lelkesen ide mindent beépítettem, csak hát nem költöztek ide ezek a kis átokfajzatok, mert hogy nem annyira jó a közlekedés. Illetve szerintem még mondjuk ide akkor parkolók is elférnének. Legalább egy ilyen kisebb. De ez így úgy néz ki, mint az ökörhugyozás.
úgyhogy a tereprendezésről akkor össze gondoskodnék. Hát igen, ugye nekem mindig ez a problémám a City Skylines-szal, hogy amikor megpróbálsz realisztikusan építkezni, és úgy kialakítani a várost, hogy az jól nézzen ki, szintezett legyen, és így tovább, na akkor kiderül, hogy az itt a gyakorlatban nem működik. Hiszen mondjuk ilyen hegyen épült lakótelep, vagy hegyen épült nagyobb házcsoport Budapesten is található, nem is kell olyan messzire menni, mondjuk a Rózsadomnak is van lakótelepi része, de akár ha Budakeszi úton felfele megyünk, ott is találunk ilyen nagyobb méretű, kvázi lakótelepi lakásokat. A CS2-ben talán ez már kevésbé jellemző, de a CS1-ben egyértelműen ez volt a probléma. Ezt meg majd, amikor a Move It mód rendesen betöltött, megcsinálom normálisan. Itt már majdnem teljesen beköltöztek, de itt erősen csak félgőzzel működik a dolog. Mellette viszont lehet tovább kialakítani a várost. Azt szeretném, hogy ez a szintezettség, ez mindenhol megjelenne a várostervezésben. Viszont én ezeket a nagy bevágásokat annyira nem szeretem, természetellenesnek gondolom, tehát akkor ide majd valamilyen más megoldást kell kitalálni. Mi a helyzet az internettel? Az se van éppen a helyzet magaslatán. Ez viszont nem túlságosan drága. Ide leteszünk ideiglenesen egy adótornyot. Legyen nektek internet. Következzék akkor az új magaslati városrész kialakítása, amelynek egyelőre csak az úthálózatát tervezem meg, és majd a későbbiekben fogom beépíteni. Csak muszáj lesz a kámersállal tovább terjeszkedni. Ja, és látom. Tehát az is a gond, hogy itt ugye, mivel nagy épületek vannak, rögtön megjelent az igény arra is, hogy kámersáll is legyen, pedig ezt én ennek a szélének szántam, de akkor csináljunk még egy szintet. És ráadásul ezt úgy kéne megcsinálni, hogy az utat még föl lehessen ide vezetni. Tehát ide már csak egy ilyen enyhe emelkedés fér be, és akkor szerintem akkor fognak ide majd beköltözni, mert az a problémájuk, hogy nincs a közelben kereskedelmi egység. Legalábbis fokozottan igénylik ezt. Egyelőre akkor ezzel indítjuk el. Sajnos pont
az a szintezettség, amiről beszéltem, az fog megtörni. Hát ezek szerint akkor nekik itt kelleni fog a kámmersál. Ugye ez is egy olyan hülye dolog, hogy ezt meg kéne oldani, hogy gyakorlatilag, ha azt nézem, akkor az, hogy mondjuk innét ide lemenni, bevásárolni, az nem szabadna, hogy olyan nagy nehézséget okozzon, és attól függetlenül még ez simán beépülhetne. De hát nem igazán akart. Ezt meg akkor el kell fogadni, hogy ez a játék így működik. És valami miatt most a többi mod sem töltődött be. Na én ezért utálom a modokat, mert mindig csinálnak valami galibát. Ha másra nem, legalább az industriára mutatkozik kereslet. Akkor azt tegyük is meg, hogy ide betesszük. Kezdjünk el akkor egyelőre így építkezni, aztán ez majd fokozatosan úgy is ki fog alakulni. Igen, ha pedig itt építkezek, akkor két külön szinten. Ezt majd ez meg. Remélem, hogy föl fogja emelni rendesen a terepet. Mert ez így most egyelőre még gázul néz ki, de majd meglátjuk. Pénzünk van, még mindig egy enyhe népesség csökkenést tapasztalhatunk. Mivel én bővülni szeretnék, akkor lehet, hogy ezeket itt mind le fogom rombolni, bár nem biztos, hogy az jobb lesz, hogy én mind lerombolom, de az sem állapot, hogy egyáltalán semmire nincsen kereslet. Ezt még soha egy City Skylines 2-ben nem éltem meg. Ez viszont esetleg jöhetne a policy közül, ez a pre-release program, ami segítene abban, hogy a börtön töltelékek gyorsabban visszailleszkedjenek a társadalomban, mert hát ők sincsenek kevesen. Fúj, na ez a halálom, amikor valami így néz ki. Jó, akkor tessék újraépülni. Így. És majd itt lefedjük fákkal. Nem marad más hátra, mint hogy irodákat építsünk, és én úgy látom, hogy ez a talajszennyezés egy jottányit nem húzódott vissza. De lehet, hogy ez inkább évtizedekben mérhető, azért nem. Itt lesz majd az új irodanegyed, amely segíthet abban, hogy munkahelyeket teremtsünk, mert mint később ki fog derülni, a munkanélküliséggel is komoly problémák vannak. Ide még esetleg elmehetnek a kereskedelmi negyedek, mert itt nagyobb igény mutatkozik rá, most már kereskedelmi negyedekre se lesz akkor igény. Valamit ki kell találni, hogy rezidentálokra a keresletet fölpörgessük. Adót nem szeretnék csökkenteni, mert az akkor meg a profitunkat veszélyeztetné. És valóban itt elég sok házat lehet látni, ahova egész egyszerűen nem költöztek be. A népesség meg egyre csak fogy. Itt meg már szemét problémák is vannak, mert miért is ne. Ez meg itt leégett. Csupa gond. Ide nem jut el a kukás autó. Vagy az lehet a probléma, nincsen meg a megfelelő összekötő rész. Inkább ezzel van a gond. Így már akkor el fog ide is jutni.
tényleg az egy komoly kérdés, hogy egy, miért csökken a népességünk, mondjuk úgy látom, mintha kevésebb gyermek születne, ja, és 26%-os a munkanélküliség, az elég durva. Akkor szokásos hibát követtem el, túlterjeszkedtem rezidentálokból. Akkor az fog történni, hogy megnézzük, hogy mire van igény, leginkább egyébként pont kereskedelmi negyedekre, és akkor ezeket elkezdem beépíteni, de nyilván csak ott, ahol meg is tudnak élni. Hát ez egy hosszú folyamat lesz. Nem árulok zsákba macskát ezzel, szerintem. Mint ahogyan lehet látni, a probléma tehát rendszer szintű és komplex, de megpróbálom néhány pontban összefoglalni, hogy milyen hibákat követtem el a korábbi szintek folyamán, és teszem ezt mind azért is, hogy ti majd ne kövessétek el ezeket a hibákat. Az első dolog, ami mindenképpen hiba, hogy túl terjeszkedtem a rezidentálokból, nem szabadott volna teljesen megenni a keresletet a lakóépületekre vonatkozóan, különösen a nagyhegyi lakótelep az, ami betette a kicsi és a nagy kaput ennek a történetnek. A második probléma, hogy nem gondoskodtam megfelelően az utánpótlásról, ugye ezt úgy kellett volna megcsinálni, hogy több low rezidentát, low density rezidentát, vagy ahogyan még a SimCity-s korszakból ismerjük, light rezidentát telepítek, mert ezek azok az épületek, ahol jellemzően családok laknak, és itt nagyobb lesz várhatóan a gyermekáldás, vagyis a szaporulat, és akkor ezek tudnák pótolni az elveszett lakosokat, akik nagy valószínűséggel most el is költöznek a városból, nem is tetszik nekik a viszonylag magas bűnözés, bár ez nem hatalmas nagy probléma. Az egészségügy lehet a harmadik kritikus pont, amely ugye javuló tendenciát mutat. Jelen pillanatban 64% az átlagos egészségi szint, ami a nem jó, de nem is tragikus kategóriát fogja képviselni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt mindenképpen javítani kéne még egy ilyen 70-80%-ra legalább, de már a 70-nel is elégedett lennék. És a negyedik probléma, ami talán a legnagyobb, hogy jelentős munkanélküliség van, egészen egyszerűen azért, mert hogy nem gondoskodta megfelelően az irodákról. Most, mint ahogyan az előbb láthattátok, a kisebb méretű irodákat próbálom nagyobb méretűre átcserélni annak érdekében, hogy többen tudjanak ott dolgozni. És akkor van még egy ötödik probléma, ami pedig a közlekedést jelenti. Eléggé zsúfoltak az utak, annak ellenére is, hogy több busz, illetve villamos vonalunk van. Valószínűleg, hogy nem megkerülhető most már vagy egy vasút, vagy egy metrónak a jelenléte sem, de egyelőre még várnom kell vele, mert hogy az eléggé sokba fog kerülni. Úgyhogy marad a parkolótelepítés, illetve adott esetben egyéb buszvonalak kijelölése, illetve a meglevőknek a racionalizálása. Most akkor menjünk át ide a farmos részre, ahol szintén probléma van, elég sok parkoló autó látható itt az út mentén, úgyhogy ezt is orvosolni kell egyelőre ezzel a radikális megoldással, hogy elveszem onnét a parkolási lehetőséget. Igen, ez még az a része volt a városépítésnek, amikor még highway-t nem tudtam építeni. Ez itt ennek következtében eléggé mostoha sorsú, de
talán már majd el fog jutni ide is a egyéb szolgáltatás. Aha. És új szennyvíz. Tisztítóra van szükségünk. Az irodákra viszont úgy tűnik változatlanul van igény, viszont akkor ennek is itt meg kéne oldani a közlekedését. Valahogy. Szerintem itt meg az egyes busz lehet neki terjeszteni. Emiatt már nem akarnék új buszjáratot indítani. És akkor ez az egyes, ez elmehet egészen idáig. Ez az 1R. Hát ezt nem biztos, hogy ki kéne terjeszteni. Hol van nekem az 1A? De, itt van, ez az 1A, jó. Akkor ezt fogjuk kiterjeszteni. Úgyhogy így menjen. Mondjuk egy baromi nagy húrkot fog rátenni az útvonalára, de egyelőre talán jó lesz. Gyors segélynek megteszi. Itt most már a kiterjesztett egyes buszvonalán lehet tovább fejleszteni az irodákat. Azért jó ez a rész, mert bár Flora nem a magas épületekről híres, és igyekeztem úgy is építeni, hogy minél kevesebb magas épület legyen, őrizzük meg a lehető legtovább ezt a kisvárosias jellegét, azonban ide a vasút mellé el fognak férni a magasabb irodaházak is. Természetesen csak módjával, tehát vegyesen alkalmaznám a kicsi, illetve a nagy irodákat, lehetőleg úgy, hogy ne zavarják egymást a nagy irodaházak a kilátásban. Történt-e azóta újabb beköltözés? Hát nem nagyon. Ez ugye abszolút nem jó, bár az is igaz, hogy máshová sem költöznek be egyelőre. A pénzünk az viszont egészen szépen alakul. Legalább valami. 21% a munkanélküliség. Jó, akkor egyértelműen ki lehet azt mondani, hogy a rendkívül magas munkanélküliség az oka annak, hogy nem tudnak ide jönni. Viszont az egy érdekes dolog, hogy 13 ezer a rendelkezésre álló álláshelyek száma, és csak 6800 akiket alkalmaznak, plusz a halálozás a sokkal nagyobb, mint a születés. Na, akkor itt komplex tervre lesz szükség, hogy így mondjam. Kéne valami, ami fölhozza az egészségüket. Mert akkor ez azt jelenti, hogy sajnos egészségügyi problémák is vannak. Pedig a 64%-os egészség az annyira nem számít rossznak. Viszont akkor itt a special buildingek között lehet elkezdeni, keresni majd valamit. Ja, és még városházánk sincsen, jutott eszembe. Azt most arra van anyagi lehetőségünk, hogy megépítsük a városházát. Ez egy jó kérdés, hogy hova, de én nagyon hajlok arra, hogy ezt a temetőt kéne átpakolni, és akkor valóban ide kerülhetne a városháza, mert az azért ugye viszonylag központi helyre illik, hogy kerüljön, viszont itt most akkora helyet, ami központi lenne, azt nem találok, temetőt meg gyakorlatilag bárhová lehet rakni, még többek között akár ide erre a parkos részre is, vagy akár ide. És lehet, hogy pontosan ez lesz a megoldás, hogy én ide vasútállomás mellé beépítek egy utat,
És akkor esetleg ide jöhet a temető. Aztán lehet, hogy majd a későbbiekben ezt megint arrébb fogom focizni, mert mivel vasútállomás, tehát a jó közlekedés miatt majd nem biztos, hogy a temető kell, hogy legyen, de ezt majd még ráérünk eldönteni. Most minden esetre akkor megépítem a városházát ide. Kicsit kialakítjuk neki a helyét. Remélhetőleg el is fog férni. Úgy. 2000 XP-be a kincstárba. És akkor ez viszont itt nagyon hasznos lesz, mert ez 5%-kal fogja csökkenteni a bűnözést. És nekünk pont erre van szükségünk, mert Florának ugye kettő problémája van most jelen pillanatban. Az egyik a magas bűnözés, a második pedig a lakosok gyenge egészsége. Illetve persze ez azért is lehet, mert sokkal többen vannak azok, akik idősek, mint a fiatalok. Tehát kevesebb gyerek születik, és viszont sokan halnak meg. De ez akkor sem egy állapot, ezen nyilván változtatni kell. Persze, amikor ilyen krízis helyzet van a városban, mert az, hogy most már több hónapja semmilyen rezidentálra való kereslet nem mutatkozik, azt nem nagyon tudom máshogy nevezni, mint krízisnek, akkor az ember hajlamosabb, kicsit gyorsabban és elnagyoltabban építkezni, de próbálok arra figyelni, hogy ez ne így legyen. 17-18%-os a munkanélküliség. Az is egy érdekes dolog, hogy az irodák közelében kamessára nem mutatkozik igény, pedig hát hogyha valami az jelentené a különböző kisebb üzletekre való igényt, akkor az az iroda, mert valahol ezeknek a szerencsétlen irodassáknak enni is kéne. Na de hát, az itt nem szempont. De nem baj, majd ezáltal sok minden kell majd javítani a City Skylines 3-ban, de hát a City Skylines 3 az kiindulva a City Skylines 1-nek a ciklusából valószínűleg a 2030-as évek lesz inkább, az meg még nem most lesz. De múltból vissza a jelenbe, nézzük még meg, hogy hol lehet kereskedelmi negyedeket építeni. Például ez a hely szinte kínálkozik egy-két kereskedelmi épület felhúzására. Sajnos ezeket most muszáj beépíteni, mert ugye a kereskedelmi negyedeknek csak meghatározott helye lehet. Hú! És keményen kiköltek köztük magunkat ezzel a városházával is. Úgyhogy most más nem is fogok építeni, már közüzemi épületet. Rendszeresen nézem közben a statisztikákat is. Jelen pillanatban 18%-os a munkanélküliség, ezt lenne jó lehetőség szerint egy számjegyűre csökkenteni, legalább, vagy akár 5% alá is. Én azt gondolom, hogy akkor fordulna meg ez a trend, akkor lenne újra kereslet a rezidentálokra. Gyárak még mehetnek, viszont maradhat a fásítás, nehogy túlságosan zsúfolt legyen a dolog. Szerintem az egyik legnagyobb probléma egyébként a gyárnegyedekkel, hogyha túlságosan zsúfolt, ezen segíthet például egy vasútvonal, ami kicsit megtöri ennek az egyhangúságát, vagy az is, amit már korábbiakban Port Shadow-ban mutattam, hogyha kőbányát építetek a gyárnegyed közepébe. Az ilyen hosszú rámpákat nem igazán szeretem. Ilyen esetben szokott az lenni, hogy kicsit aládúcolok a dolognak. Itt lesz a gyárnegyednek a határa, mert innentől kezdve már kezdődik a mélységi vízbázis. Azt pedig nem kéne elszennyezni.
csökken a munkanélküliség, de még messze van a jótól. Ez a 4-5% oda kéne. Jaj, apám, és már megint egy halálozási hullám. Mi van itt? Valószínűleg, hogy majd ez a Disease Control Center, vagy ez a Health Research Institute az, ami kelleni fog, de ezt majd csak akkor, ha összeszedtük magunkat anyagilag. Az az egy szerencse, hogy a profit az szépen pörög, jön fölfele, tehát így ebből azért lehet valamit kezdeni. Aztán bekapcsolom ezt a tűzoltóságot, és az az érdekes dolog, hogy ugyan 3 darab rendőrség van, mégsem akar csökkenni a rossz fiúk száma. Itt egy Signature Buildings, ez a Fuel Plant névre hallgat. Itt pedig további buszok beiktatása szükséges. Ez mondjuk a legkevesebben csak a toldalék épületet kell megépíteni. Majd még ezt kell átrakni. Egyébként Movit móddal ez ingyenesen átrakható, mert hogyha ezt most ugye át akarnám rakni, akkor ez 220 ezer pénz lenne. Most szerencsére még nem kell átrakni, mert hogy elég busz lesz így is. Ilyen 46 buszt használunk fel az 55-ből. Viszont majd a későbbiekben ezen is el kell gondolkodni. És akkor egy Signature Building, ez a Fuel Plant, ez itt található, ez teljesen ingyenes, 1000 tapasztalati pontot jelent, 2%-kal növeli város szinten az iparnak a hatékonyságát, 5%-kal csökkenti a légszennyezést, és 5%-kal csökkenti a talajszennyezést is. Te itt egy farm lennél, akkor ennek levesszük a területét, úgyhogy elférjen ide ez az üzemanyaggyár. És meg is van. Ide így nagyon kintre, ez jó is lesz. Meg majd így mehet tovább az út. Akár tényleg így is mehet, ilyen kis réhen. A tavasz beköszöntével együtt pedig a munkanélküliség is szépen lassan csökken. Igaz, hogy még mindig csak egy kicsivel többen jönnek, mint ahányan elmennek a városból. Ennek okait majd érdemes lesz feltárni. Hogy állunk végzettség szempontjából? Egyre többen a lakosságnak, mint egy harmada rendelkezik egyetemi végzettséggel. Akkor bátran lehet az irodákat nyomni. És ide óvatosan low density office, de ide már jött egy high density office, mert ez egy szép széles épület lesz. Picit sikerült itt beterjeszkedni, majd megpróbálom ezt itt valamivel lezárni. Itt meg közben rengetegen mennek az irodába. Igen. Úgyhogy szerintem akkor eljött annak az ideje, hogy még egy buszjáratot jelöljünk ki, ami ezeket a külső városrészeket kötné össze, már most normálisabban. Amúgy sincsen még a kórház se kiszolgálva megfelelően. Azt nézem, hogy ide akár egy ilyen small bus station el is férne, és akkor nem kell itt ez a kis kerengő. És akkor ide én létrehozom a 4-es buszvonalat, amivel végre már a kórház is kapcsolatot fog kapni, ezek a rezidentálok is. Itt ez a rész is. És akkor az 1-eset majd szerintem vissza fogjuk vágni, mert akkor nem fog kelleni. És akkor még ezt is föl lehet itt tárni, hát simán. Itt randevúzhatunk a 3-as busszal. És akkor egészen ki tudunk menni idáig a Fuel Plantig, és akkor vissza fogom kanyarítani. És közben rájöttem arra is, hogy egy ilyen small bus station az
ide is mehet. Csak ne így, hanem inkább így. Mert akkor itt létre lehet hozni egy nagyobb busz végállomást. És akkor ide mindenki be tud térni, itt tudnak egymásnak rendezvút adni a buszok. És itt lesz a 4-es busznak a végállomása is. Ilyenkor már érdemesebb rögtön széles utakat építeni, illetve általánosságban is gondolni az úthálózatra, hogy a későbbiekben majd ebből probléma ne legyen. Itt majd egy nagy csomópont lesz. Szándékosan nem fogom összekötni, mert hogy az a tervem, hogy majd ezt itt fölemelem, akkor már normálisan meg lehet csinálni majd a hidat is. Ezt addig el is lehet takarítani, és akkor alatta el lehet majd vezetni. Ide jöhet egy. És akkor, hát igazából még ezt is itt föl kéne tárni. Legalábbis illene. Ezt a kis csúnyácskát. Hogy legalábbis valami kapcsolat legyen, tudjanak ide menni dolgozni, és akkor még itt kéne megépíteni az átkötést. Azért mondom, hogy nem szerettem ezt, hogy előre kell a buszmegállókat kijelölni, mert így már előre fejben kell, hogy legyen neked a teljes útvonal. Ami azért nem egyszerű, mert hányszor előfordult már, hogy valamit én elgondoltam, aztán kiderült, hogy a gyakorlatban azt nem lehet úgy megvalósítani, úgyis mondhatnám, ember tervez, és a város pedig végez. Elvileg most jó, és akkor lássuk is a kijelölést. Kíváncsi vagyok, hogy elég lesz rá 9 busz, mert hogyha nem, akkor megint bővíteni kell a buszflottát, ami újabb buszgarázs fog jelenteni. Ez pedig a városnak az északi részén fog menni, méghozzá eddig az új buszállomásig, tehát akkor Juno Park északra fog menni, egyelőre így jelölöm, és akkor Minerva Orbiszig. És kell még buszdipó. Pont tudunk ide egyet építeni. És akkor már jöhetnek az elektromos buszok is. Az előbb már sikerült némi kicsi népességnövekedést elérni, de most megint visszamentünk ebbe az állapotba, most megint növekszik a népesség. Lassan túl leszünk ezen a válságon is. Ide a Kalicshoz még jöhet egy busz megálló, illetve ide a posta elszámoló rendszerező központhoz megjöhet egy másik. És akkor nagyjából ez a rész is le van fedve. És ezzel párhuzamosan az 1-es A busznak a vonalát pedig akár vissza is lehetne vágni, de lehet, hogy maradhat még. És úgy tűnik, hogy a gyáriparra változatlanul van kereslet, úgyhogy jöhet az még ide. 13% a munkanélküliség. És megint egy halálozási hullám. Hát mi van itt? Azt nézem, hogy esetleg a szennyezéssel van a probléma.
Igazából 0% a szennyezés. Hát itt nyilván van. Na, itt már most kezd eltűnni végre a talajszennyezés. És a zajszennyezés az viszonylag magas ezzel a 7%-kal. Most már nagyjából a legtöbb dolgot helyre tettük, ami még egy nagy falat lesz, de ez valószínűleg már csak a következő részben fog megvalósulni, hogy a közlekedéssel kezdjünk valamit. Egyrésztről parkolók építésével, másrésztről én nem zárom ki, hogy akár egy föld alatti, vagy akár egy föld feletti megemelt stacked road formájában további utakat fogok építeni. Most azonban egyelőre még koncentráljunk a halálozási hullám kezelésére. Jöhet akkor a krematóriumnak is a felfejlesztése. Annyi halottunk van, mint égen a csillag. És még ezt is mind kihasználják. Habár lehet, hogy ez a krematórium bővítés elsőre soknak tűnik, azonban semmi probléma nincsen ezzel. Egyrésztről a profitunk változatlanul szépen alakul, másrésztről, hogyha majd nem lesz szükség ilyen kapacitásra, akkor majd ki lehet kapcsolni ezeket az épületeket. Most azonban jelen pillanatban úgy kirajzottak a hullaszállító autók, vagy ezt inkább szebben halottas kocsinak nevezik ma már, szóval úgy kirajzottak a halottas kocsik, mint a méhek, úgyhogy bizony nagy szükség van ezekre a létesítményekre. Közben még itt tudok valamit fejleszteni az irodánál. Próbálom azt, hogy legalább egy ilyen kicsi úttal le legyen ez határolva. Jobban néz ki, szerintem, itt a vasút mellett, illetve akár majd a későbbiekben, hogyha ide fér, akkor még majd egy kerítést is lehet csinálni. Szerintem ez nagyon jól néz ki, hogy itt át tudtuk bújtatni a felüljárók alatt az utat, ad egyfajta realizmust a dolognak, és akkor itt végig vezetve a pályaudvar mellett próbálom ide az úthoz bekötni. Lassan sikerül elérni az egyszámjegyű munkanélküliséget, mert hogy az volt a probléma, hogy túlságosan hirtelen növekedtünk, és úgy látom, hogy a betegek száma is eléggé nagy. 200 ezerbe kerül, akkor az jöhet. Tudják helikopterrel is menteni az embereket. Ez mondjuk számomra egy eléggé érdekes dolog, hogy annak idején, amikor ugye 2023. október 24-én megjelent a City Skylines 2, akkor az egyik legfontosabb pont volt a játékban, hogy ezeket a halálozási hullámokat kilőtték, mert hogy állítólag a Cities 1-ben nagyon idegesítőek voltak ezek a játékosok számára, ezt magam is megerősíthetem, és akkor most az Economics 2.0 patch-el pedig mégiscsak visszatették őket. Ebből annyi a tanulság, hogy nem szabad túl hirtelen, túl sok high density, illetve medium rezidentált építeni, mert hogyha sokan jelennek meg egyszerre a városban, akkor várhatóan ugyanakkor fogják elérni azt a kort, amikor jobb létre szenderülnek, és ennek következtében bizony számolhatunk halálozási hullámmal. De úgy tűnik, hogy lassan ez a probléma is megoldódik, és minden készen áll arra, hogy föllépjünk a 12. szintre. És akkor ezekben a pillanatokban sikeresen elértük a 12. szintet, amely 300 ezer pénzt jelent, 12 új development pointot és 21 új területet lehet vele kioldani. Ezen a szinten már csak a kölcsönöket lehet pluszba kioldani. Gyerekek, ez tényleg egy nehéz szülés volt most, és még nem mondom, hogy vége a nehézségeknek.
Nem tudom, hogy mennyit fogtok majd ebből látni, hogy milyen hosszúságban, de most akkor elmondom, 3,5 óráig tartott, amíg ezt az egy szintet sikerült teljesíteni, a nehézséget pedig nyilván az adta, hogy nem volt kereslet a rezidentára, nagy volt a munkanélküliség, nagy volt a bűnözés, és még egészségügyi szempontból sem álltunk valami erős lábakon. Az egyetlen egy jó dolog az ez, hogy van profitunk, és méghozzá egyre nagyobb mértékben van profitunk, köszönhetően az irodáknak. Én akkor ezzel megköszönöm a mai napi szíves figyelmeteket, ez lett volna a hétfői City Skylines. A szerdai nap folytatjuk a Metaver Tycoon-t, amely egy nagyon jó hangulatú toronyépítős játék. Pénteken folytatódik a Dűne csempész frakció bemutatása, nagy valószínűséggel még lesznek további tartalmak is, különösen, hogy most már az Age of Mythology a stratégiák tekintetében a kapuban van, mert szeptember elején már megjelenik. Valamint nagyon tudom ajánlani a tegnap felkerült 1 óra 45 percet meghaladó streamet, a Workers and Resources Soviet Republicot azoknak, akik szeretik a városépítést. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!